Williams Televízió. Kikötő. Beszélgetés a közélet szereplőivel. A műsorvezető Szita Róbert. Minden nap 2-kor, 9 órakor, hétfőn 18 óra 30-kor, kedden és pénteken 21 órától a Williams Televízióban. Tisztelettel köszöntöm a Williams Televízióban kedves nézőit, önök a Kikötő című magazin műsorunkat láthatják. Folytatjuk azt a sorozatunkat, melyben az október 12-i önkormányzati választások eredményeit értékeljük, és köszöntöm stúdiónk mostani vendégét, Pápai Mihályt, gyár régi új polgármesterét. Üdvözlöm, polgármester úr! Üdvözlöm önt és a Williams Televízió nézőit. És az első szó gratulációi, hiszen nyugodtan mondhatjuk, hogy magabiztos fölénnyel biztosan nyerte a polgármester választást, és újra elkezdheti a következő 5 évet, immár a második ciklusát. Nagy tisztelettel köszönöm a köszöntést, de és azt gondolom, hogy ez nem csak az én érdemem, hanem a többi képviselőtársamé is, illetve sokszor sok helyen elmondtam már, hogy a hivatalé is. Hiszen az a nagyszerű munka, amit elvégeztünk az elmúlt 4 évben, az azt gondolom, hogy nélkülük nem mehetett volna. Számos ellenőrzést kaptunk, szinte hibátlanul történt meg ez a 4 éves átalakulás, hiszen a rendszerek, akár az oktatás, vagy akár a kormány hivatalok felállítása, a jegyzői hivatalok felállítása, a városközpont építése, ez azért ilyen zökkenőmentesen nem mehetett volna nélkülük. Mindenki oda tette magát, és úgy, ahogy én ezt 4 évvel ezelőtt kértem. Tekintsünk egy kicsit vissza vasárnap estére, amikor megérkeztek az első adatok. A polgármester választással kapcsolatos információkat mondok. A pestmélyi részvételi arány az 41,17% volt, és ehhez képest a gyáli eléggé elmaradt 27,77%, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy jelentős átlag alatti eredmény, 14%-kal maradt el csak a pestmegyei átlagtól. És akkor most térjünk rá a polgármester választásra. Ön 55,19%-ot szerzett valamennyi lehetséges szavazatból. A második helyezett jelölt a DK-MSZP jelöltje 27,9%-ot, a harmadik pedig a Jobbik jelöltje lett 17,72%-kal. Erre mondják azt, hogy magabiztos volt a fölény. Azt hiszem ez az elmúlt 4 évnek a sikere is. Hát én azt gondolom, hogy választást nem az utolsó másfél hónapban kell megnyerni, hanem keményen végig kell dolgozni a 4 évet. Az emberek bizalmát ebben a 4 évben ki kell érdemelni, nem megszerezni kell, hanem ki kell érdemelni. Egyébként erről az alacsony részvételről azt szeretném mondani, hogy 30-35%-ok, 36%-ok szoktak lenni gyálon az önkormányzati választásoknak a százaléka, akik elmennek szavazni. Igen, ezt mi pontosan éreztük, hogy a gyálon a mi munkánk iránt nem azt mondom, hogy 100%-os az elégedettség, de nagyon sokan nyugtattak, biztattak bennünket, hogy meg lesz-e ez, minden rendben van, és mi attól tartottunk, hogy nem fognak elmenni az emberek szavazni. Sajnos ez így is volt, hogy sokan nem mentek el, ezt be lehet tudni a jó időnek, tudjuk be annak, de van, aki azt mondja, hogy az eredményességnek lehet betudni. Én azt gondolom, hogy az ellenzék sem tudott több szavatot elvinni, vagy több választópolgárt elvinni, hiszen ha 4 évre visszatekintünk, akkor nekik közel azonos volt a szavati arányuk. Azért engem foglalkoztat ez az igazán alacsony részvételi arány, lehet ezen változtatni a jövőben ön szerint? Nézd, én attól tartok, hogy 5 év múlva kevesebb lesz, mert még többen meg lesznek elégedve a munkánkkal. Nem tudom. Én ezt lehetne kutatni, hogy lehetne ezt még inkább feltupírozni, hogy még többen jöjjenek el. Nem tudom. Én ezt nem értek. Én egy dolgot tudok, hogy a következő 5 évben is szeretnénk igen tartalmas és jó munkát végezni a városban. A képviselőtestület időközben október 20-án megalakult, és az összetétele, ugye 11-en vannak a képviselőtestületben, 8 Fidesz-KDNP, 2-t ad a DK-MSZP, illetve egyet a Jobbik. Így alakult a képviselőtestület. Ez mennyibe változott meg az elmúlt 4 évhez képest? Még a választási eredményre pillanatra hagyj térjek vissza, és aztán válaszolnék a kérdésére. Én egyébként lehet, hogy most ez nagyképűen hangzik, én nekem nem avval kell törődnöm, hogy hány ember megy el szavazni a városba, és hogy miért nem megy el több
hanem azzal kell foglalkoznom, hogy a fejlődés legyen töretlen, és egy jó úton járunk. Én azt gondolom, 1990 óta mi nem akciópárt vagyunk, 90 óta létező párt vagyunk, és én azt gondolom, hogy letettük a névjegyünket a városba, és az, hogy az emberek elmenjenek szavazni, ez az ő kutya kötelességük lenne. Hát nem élnek ebben, én nagyon sajnálom, és nem tudok ez ellen tenni. Ha már itt álltunk, bocsánat, akkor én is reflektálok, amit ön elmondott. Mit szólna ahhoz, ha Magyarországon is kötelezővé tennék a választásokat 4 évente egyszer, vagy 5 évente egyszer? Volt már ilyen, de azt nem demokráciának hívták. Én azt gondolom, hogy tehát a mai magyar társadalom nagy része szerintem felnőtt ember, azt gondolom, hogy van értékítélete, én akkor sem félnék, hiszen szoktam mondani, és a választások előtt elmondtam, hogy a választás napján reggel mi úgy ébredtünk föl, a csapatom és én, hogy az elmúlt 4 évben mi mindent megtettünk azért, hogy az emberek bízzanak bennünkre, és ránk bízzák a város további fejlődését és irányítását. Ez olyan, mint amikor valaki elmegy államvizsgázni, és reggel úgy ébred föl, hogy én úgy megyek államvizsgázni, hogy mindent megtettem azért, hogy egy sikeres államvizsgát tegyek. És onnantól kezdve már csak a vizsgabiztosokon múlik, hogy valóban megtettem-e. Mi így ébredtünk fel ezen a reggelen. És akkor visszatérve az eredményekre, igen, a korábbi időben, tehát az előtti 10-től 14-ig ez volt a felállás, ugyanennyien voltunk, 8 körzet volt a városban, mind a 8 körzetet megnyertük, és a polgármesteri pozíciót is megnyertük, de 2006-ban 10 körzet volt, akkor mind a 10 körzetet megnyertük, és a polgármester választást is, akkor még Gyimes István volt a polgármester. Október 20-ára térünk vissza egy-két mondat erejére, alakuló képviselőtestületi ülésen ön úgy fogalmazott, hogy a fejlesztéseken kívül a korábbinál is nagyobb figyelmet kell fordítani a helyi civil szervezetekre. Továbbá azt is kiemelte polgármesterként, hogy a város saját lábon állására való törekvés a következő 5 év ugyancsak kiemelt feladata lesz. Mit jelent ez a saját lábon állás? Kezdjük inkább az elejével, a civil szervezetekkel. A civil szervezetekre azért kellene még inkább, még jobban támaszkodni, hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy a tégla, a homok, a cserép, a lemez, az aszfalt, a viakolor, az üveg, ez, ha megtervezik, és megvan rá a pénz, akkor ez könnyen felépíthető. Akár 6 hónap alatt, akár 1,5 év alatt, hát attól függ, mekkora a beruházás volumen. De egy identitás, ami a városhoz köti, a városához lojális polgárok fogják lakni a várost, vagy lakják a várost, ezt csak a civil szervezeteken keresztül lehet elérni. Nagy szükség van arra, hiszen sokszor elmondtam már, Gyál városa 70-80 éves. 1945-ben 300 ember lakta Gyált. Alsó Némedi volt a mi jegyzői hivatalunk, vagy az előjáróságunk, és oda jártunk át. Mi, ha szoktunk találkozni az Alsó Némedi polgármesterrel, a régi polgármester úrral, akkor mi úgy szoktuk mondani, hogy ő a mi anyánk, mert ugye ők voltak, közigazgatásilag hozzájuk tartoztunk. Már kinőttük magunkat, 154 km úthálózat, 25 ezer ember, 3 általános iskola, számtalan óvoda, bölcsöde, rengeteg magánvállalkozás van a városban. És nincsenek dinasztriák, tehát nincsenek olyan családok, amire azt lehetne mondani, hogy 200-300 éve, 400 éve itt van. Hiszen ha van ilyen, akkor van kötődés a településhez. Nyilván azok példák, minták lehetne a viselkedésükre, hát a sok mindenre, ugye, ami egy települést összefogja. Sajnos ezek nincsenek, éppen ezért, ha csak egyet említek, nincs néptánccsoport mondjuk a városban. De van számos civil szervezet, Kertbarátkör, amelyik az egyik legrégebbi, és ezen keresztül nem akarom most ezt végig sorolni, egészen a képzőművész körig, tehát ahol festenek, szobrászkodnak, grafikát készítenek, és ami kettő között van. Most ezekre is kellene támaszkodni, hogy minél több embert tudjanak bevonni, hiszen ezek a körök, ezek a civil szervezetek, ezek azért nem fogják át a város teljességét, és még a nyugdíjas embereket sem. Hát nyilván azért az érdeklődésre kell, hát hogy is mondjam, lebontani ezeket a dolgokat. Fiatalokat is meg kellene szólítani, egyre inkább meg kellene szólítani. Én szeretném, hogyha
ebben az öt éves ciklusban volna arra lehetőségünk, hogy egy olyan ifjúsági szórakozó központ alakuljon ki, ahol hát nem azt mondom, hogy ki tudják magukat dühöngeni, csak ki tudják magukat szórakozni, tudnak sportolni, tudnak mozogni, és azt gondolom, olyan környezetben tudják ezt tenni, ahol ők maguk is védve vannak külső hatásoktól, valamint a város is védve van ettől a tevékenységtől, mert mondjuk meg ezt őszintén, ez igen hangos. Mert hát a fiatalok azok ilyenek, én is voltam fiatal, meg számos nézőnk, meg számos néző van, aki még mindig fiatal, meg ezután is fiatal marad, ez egy hangos tevékenység. Ennyi. Alakuló képviselőtestületi ülésen megköszönték Gazdiknél Kassa Csillának, korábbi képviselőasszonynak az elmúlt évek, évtizedek tevékenységét, és egybe gratuláltak is neki, hiszen a Pest megyei közgyűlés tagjává választották. Az utolsó testületi ülésen ott elbúcsúztunk Páncél Károlytól, aki 90 óta képviselőtestület tagja volt, 93 óta alpolgármester, 16 éven keresztül országgyűlési képviselő, a parlamentben ő abban a 10-ben van, ő a 10. legrégebbi országgyűlési képviselő. Tehát ő olyan rekordokat állított föl, amelyet talán Bácsi Péter múl felül, aki kétszeres Európa-bajnok és egyszeres világbajnok, vele is büszkélkedhetünk, neki is megköszöntük a munkáját. Megköszöntük Cseszko Tibornak, aki 2x4 évet dolgozott velünk. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki egyszer ebbe a irányításba bekerül, az egy csoporthoz, egy társasághoz tartozik. Én magam 98-ban így gyálon egy időre abbahagytam a tevékenységemet. Én át tudom ezt érezni. Hatalmas űr keletkezik. Hiszen ez egy olyan forrásba lévő dolog, amihez jó hozzátartozni. És hát ezúton is szeretném megköszönni Kassa Csillának is természetesen a munkáját, aki szintén mintegy 20 éven keresztül a város képviselője volt, és ha jól emlékszem, 13.-14. évét fogja tölteni a Pest megyei közgyűlésben. Mentségemre szolgál, hogy azért kezdtem volna, mert ő hölgy, és utána Páncél Károly, egyébként a Williams Televízió készített a volt alpolgármester úrra egy ilyen elköszönő interjút, de ha neveknél tartunk, akkor szaladjunk gyorsan végig a képviselő testületen, az egyes számú választókerületben Czotter Ferenc László, győzedelmeskedett, és ő korábban is képviselő szinte volt. Elmondhatjuk, hogy valamennyi választókerületben meggyőző volt a fölény, a második választókerületben Marjainné dr. Szerényi Zsuzsanna, ugye? Harmadik választókerületben a már elhangzott Bácsi Péter, sportoló, birkózó. A negyedik választókerületben Zabánné Nagy Gyöngyi. Az ötödikben Erős József, akit ugye október 20-án a testület alpolgármesteré választott. Igen. Főállású? Igen, főállású. November 6-án kezdi meg a hivatali tevékenységét. Önöknél lesz társadalmi megbízatás alpolgármester? Mert sok település ez jellemző. Nem lesz. Mi megpróbálnánk megoldani ketten ezeket a feladatokat, és azért többek között nem lesz, mert mi támaszkodhatunk a hivatalunkra. Hatos számú választókerületben Nagy József Elek, szintén a Fidesz-KDNP jelöltjeként, a hetesben Vinnai Tibor, ugyancsak meggyőző fölénnyel. A nyolcasban pedig Fa Zsuzsanna, aki mondhatjuk, hogy szoros küzdelembe, de legyőzte Végné Bágya Ildikót, aki szintén elköszöntöttek az utolsó testületi ülésen. Igen, hát hogy szóljak erről a felsorásról egy pár szót. Végné Bágya Ildikóval kezdeném. Igen, őnek is megköszöntük a munkáját, hiszen ő is nagyon sokat dolgozott a képviselő testületbe, igaz, ő az MSZP oldalán, de én azt gondolom, hogy a kontrollra szükség van, ők a kontrollt adták, illetve hát ötleteivel, tanácsaival segítette a mi munkánkat, és azután is neki is nagy tisztelettel köszönöm a munkáját, vagy köszönjük a munkáját. A felsorolásban lehetett hallani ugye három új embert, ehhez a másik három új helyet. A régiekről nem szeretnék különösebben beszélni, mert ők bizonyítottak az elmúlt, hát hogy is mondjam, 8 évben, hiszen ők már 8 éve, tehát java már 8 éve képviselő volt, az ő munkájukat ismerjük, látjuk. Én azt gondolom, hogy szerencsés választás volt ez az új három képviselő. Kezdjük Szerémi Zsuzsával, aki a Corvinus Egyetem
tanszékvezető docense, környezetgazdálkodási tanszéket vezeti. Tehát én azt gondolom, hogy majd fogunk arról beszélni, hogy hogy szeretnénk a lábunkra állni. Nagy szükség lesz az ő tapasztalatára és tudására. Beszéltem arról, hogy az identitástudatot kellene erősíteni, a városhoz való kötődést. Nagy József Elek Erdélyből jött Magyarországra, 10 éve tanít Gyávárosába. Nagyon fontos, hiszen ha más nem is ebben a társaságban, ő pontosan tudja azt, hogy mi az valahova tartozni, és mi az valamilyen közösséget képviselni, és mik azok a kultúrák, amiket elő kell hívni azért, hogy ez tudjon működni. És aztán végül persze, de nem utolsó sorban, Bácsi Péter, küzdeni akarás, egészséges életmód, minta. Én azt gondolom, hogy a mi városunkban mindig fontos volt a sport, mi számos olyan civil szervezetet támogatunk, akik a sporttal foglalkoznak. Szerény körülményeink között mindig valamit sikerült fejleszteni, a jövőbe is szeretnénk, és azért az sem elhanyagolható, hogy az elmúlt 3 évben 20 millió forintot nyertünk a TAO pénzen, amihez az önkormányzat hozzátette a saját erejét, és ezt nem a pálya felújítására, épületre, öntöző berendezésre költöttük, hanem a fiatalokat felöltöztettük, normális sportszerelésbe, ruhába, labdákat vettünk, Görögországba mentek el egy, hogy is mondjam, versenyre, egy hétre, ebben az évben, ha jól emlékszem, el tudtak menni Balatonra, ott is egy ilyen edzőtáborra, mint egy 150, tehát én azt gondolom, hogy nem elvettük ezt a pénzt tőlük, és azt mondtuk, hogy erre kell fejleszteni, vagy a fejlesztésre kell költeni, hanem ő rájuk költöttük, hogy jobb legyen, könnyebb legyen, élmény legyen. Számos szülő is elkísérte ezeket a gyerekeket. Mi a saját erőnkből szeretnénk ezeket fejleszteni, és hát nyilván azt gondolom, hogy amiket felsoroltam, ehhez majd nagyban hozzájárul. Polgármester úr, 1-2 percünk maradt már, és még 2 fontos kérdést meg kellene tárgyalnunk. Következő tesztendő legfontosabb feladat. Kérem, hogy mondja, hogy milyen főbb beruházások lesznek, illetve melyek azok a projektek, amelyek folytatódnak, áthúzódó projektek, és kérem azt is fogalmazza meg, hogy mikor lenne boldog 5 év múlva 2019-ben. Ha elért valamit, nyilván pedig el fog érni valamit. Tanúszoda, az azt gondolom, hogy most már sinem van, vagy sinem lesz. Mi egy olyan tanúszodát szeretnénk megépíteni, amelyeket Gyáváros lakói is igénybe tudnak venni. Kérdezték, hogy lesz-e jacuzzi, meg élményfürdő, meg ilyenek. Ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez egy tanúszoda lesz. 15-ször, 25-ször, 1,90-es egyik medence, a másik medence pedig 8-szor, 10-szer, 80 centis. Tehát azt gondolom, hogy az a fontos, hogy megtanítjuk a gyerekeinket úszni, és utána a nagyobb medencében rendszeresen lehessen úszni. Ez egy járási tanúszoda lesz, tehát a másik 3 településnek az úszodája is, akik itt fognak gyerekek tanulni, ez közel 3500 gyereket érint, ez a 3 éves kortól a 14 éves korig. Ugye szakközépiskolát, gimnáziumot ezt nem vettem be, ami Ócsán és Gyálon található, nem vettem ide, de akár onnan is eljöttnek a gyerekek. A köztes időben, amikor nincsenek gyerekek, nem tanulnak, akkor szeretnénk, hogyha a gyári emberek, fiatalok vehetnék ezt igénybe, akár hétvégén, szombat, vasárnap, vagy késő délután, vagy kora reggel. Tudni kell, hogy ehhez a városnak valamekkora összeggel, területtel hozzá kell járulni, de az üzemeltetést azt az állam fogja finanszírozni. Nagyon fontos kihangsúlyozni, mert nagyon sok településen építettek úszodát, és nagyon sokba kerül. Szeretnénk a sportcsarnokot megépíteni a 22 szobás szállodával, és rendezni a sportpálya területét. Szeretnénk a gyakorlópályát is megújítani, öntözőberendezést építeni, műanyagos kézilabda méretű pályát, ahol egyébként lehet focizni és kézilabdázni is. Szeretnénk streetball pályát, strandröplabda pályát, és hát természetesen a sportcsarnokban számos olyan eseményt szeretnénk megtartani, ahol a közönség, a nagy érdemű el tud jönni. Utakat szeretnénk építeni, járdát szeretnénk építeni, 70 év felettieknek a szemétdíját átvállaljuk, ugye most 75 év felettieknek vállaltuk, ezt most még 5 évvel közelebb hozzuk, és hát hogy boldog mikor lennék? Akkor lennék boldog, hogyha ez a sok tégla, malter beépül, és azt látnám, hogy ez az identitás dolog, ez legalább elindul. Tehát nem megvalósul, mert az nem tud, ahhoz 100-200 év kell. Azt szoktam mondani, ahhoz, hogy 100 éves fánk legyen, 100 év múlva azt ma el kell ültetni. Hát és azt szeretném, hogyha ez az identitás fát ma el tudnánk ültetni.
Hát azt mondhatjuk, hogy nyugodtan, hogy van feladat bőven a következő öt esztendőre is. Ehhez kívánok nagyon sok erőt, egészséget és sikereket. És ha már említette az ifjúsági és szórakoztató központot, akkor nyilvánvaló, hogy az ifjúság szeret internetezni. És egy igazán aktuális témával szeretném zárni, hogyha elmondaná véleményét a kormány által a parlament elé vitt internetadóról, amiről tudni kell, hogy november 18-án dönthet a parlament. Ön szerint lesz-e internetadó? Én nem tudom, én nem vagyok országosi képviselő, én nem vagyok kormánytag, de én azt látom, este is a tévében Rogán úr elmondta, hogy lesz, de az internet hálózat fejlesztésére fogják ezt az összeget fordítani. Egy megjegyzést, hogyha megengednének ebben kapcsolatban. Most nem régen emlékeztünk meg október 23-áról. És ugye azt láthattuk az előadásokban, a műsorokban, a megemlékezésekben, hogy hát sok ember az életét és a vérét áldozta mindkét oldalon. Tehát nem csak egy oldalról lehet beszélni, mindkét oldalon. Vagy akár 1948-at is említhetném, ott is az emberek a vérüket áldozták a hazáért. Szeretnék én megkérdezni valamit, hogy 500 forint havonta, ez egy akkora áldozat ahhoz képest. Nyilván erre nem én fogok válaszolni, sőt, ha jól tudom, akkor 700 forintba fogják ezt maximalizálni, de ezt majd a parlamenti képviselők eldöntik. Vita lesz, és vita van, és vita folytatódik is. Köszönöm. De ha 700-at kell fizetni, azt sem hiszem, hogy felér abba. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Ezt a témát valószínűleg még folytatni fogjuk. Kedves nézőknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 20 percben Pápai Mihály Gyál régi új polgármestere volt vendégünk, és elemeztük az október 12-i választási eredményeket, illetve egy kicsit a jövőbe is tekintettük. Még egyszer megköszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőknek pedig megköszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.